falfestészet. Ez egy mérhetetlenül izgalmas Mexikóból származó képzőművészeti műfaj, amelynek egyik kortárs képviselője Julio Carrasco Breton, aki Magyarországon először mutatkozik be a Budapest Galériában. Milyen falfestmények azok, amelyek képkeretben vannak? Ez a legjobb kérdés, amit fel lehet tenni Julio Carrasco Breton művészetével kapcsolatban, legalábbis ebben a mostani budapesti megjelenési formájában. A válasz, a megfejtés az, hogy ő vegyészmérnöknek tanult és kikísérletezett párhuzamos festői pályája során egy olyan anyagot, amivel megoldhatja azt a problémát, hogy hogyan ne kelljen a helyszínen fáradtságos módon freskót festeni az állványról hatalmas méretekben. Egy olyan műanyag alapú fémmel kevert festéket, ami lehetővé teszi, hogy föltekerhető, újra kitekerhető, megint föltekerhető, szállítható legyen a festmény károsodás nélkül. A mexikói muralizmus nevű képzőművészeti irányzat, ami egyben persze technika is, hiszen falfestészetről van szó, eredetileg freskóval dolgozott, illetve dolgozik ma is nagyrészt. Carrasco Bretonnak a specialitása ez a szállítható falfestmény. Mi az, ami őt jellemzi egyébként művészetében, hiszen a vegyészet mellett, ha jól tudom, filozófiát is tanult? Igen, a művészetét az jellemzi, hogy a két világháború közötti francia avantgárd stílus irányzataiból kiindulva, nevezetesen a kubizmusból, annak is az analitikus kubizmus nevű ágából, ami azt jelenti, hogy felbontotta ez az irányzat a testeket, a tárgyakat különböző formára, és ezeket úgy helyezte el a képen, hogy ebből összeálljon a néző szemében újra az a bizonyos tárgy, csak egészen más látványban és persze más értelemben is. Breton munkásságának, művészetének egészen más vonulata a mexikói falfestészet, ami egy 20-as, 30-as években indult politikai propaganda művészet, nevezetesen a mexikói állam baloldali uralom alatti összekovácsolásának, marxista-leninista szovjetípusú összekovácsolásának az eszköze volt ez a festészet, ugye, amelyet egyébként az itáliai Novecento stílushoz is lehet közelíteni, csak ma azt nem szeretjük mondani, de hát ez Mussolini művészete volt. Mexikóban találkozott a jobb és a baloldali diktatúráknak a művészete, és ebből alakult ki politikai értelemben, de művészetileg is ez a fajta mexikói muralizmus. És ennek a folytatója Breton, aki szintén nép tájékoztató, népnevelő célzattal festi ma a falfestményeit. És mit üzem Breton? Szerintem azt, hogy Dél-Amerikában, illetve Mexikóban jó élni, kék az ég, gyönyörűek a falfestmények, ha vásznunk vannak, ha freskóban. Itt a Budapest Galériában tehát egy Franciaországban élő mexikói művész mutatkozik be, mindeközben Berlinben egy magyar fotóművész állít ki.